Sziasztok, sziasztok! Most pedig cefre készítés tutoriál következik. Már korábban beszéltem erről. Az a mögöttem lévő fa annyi barackot termett, hogy gyakorlatilag túltermeltük a szükségleteinket. Mennyi üveg lett belőle a legfárból? Több mint 30, ugye? Körülbelül 40. 40, az komoly. Úgyhogy már nem akarunk több lekvárt főzni, illetve ez főleg Eszternek az érdeme. És apukája javaslatára csinálunk belőle cefrét. Hát most megmutathatjuk így, hogy milyen mennyiségű. Nem olyan sok egyébként, ez egy ilyen 60 literes hordó, és hát kb. Félig van baracka. Minden, ami volt, ezt leszettünk, kimagoztuk, és gyakorlatilag így hát az ilyen rohadt részeket kivágtuk belőle, és ami színhús, azt raktuk bele. Ez egy ilyen speciális eszköz, amivel össze lehet darabolni. Ez egy ilyen propeller, ami lefelé küldi a barackot, hogy állítólag nem fog fröcskölődni, de én direkt vagyok most így félmeztelen. És kell bele még egy cukoroldat, már raktam bele 2 liter vizet és 1 kg cukrot. És most rakunk bele még egyet, mert ennek is ráhangyák. Hát ez kicsit sok is ez a víz. Hogy biztosan elinduljon az erjedés, bár már vannak ilyen érdekes szagok. Jó. Utoljára én ebből a kancsóból hashajtót ittam. Így. Így összekeverjük. Hát nem melegítem meg ezt igazából, nem kell ezt nagyon túlzásba vinni. Ezt még egy kicsit itt hagyom állni, addig amit tudok, azt összedarálok. Ja, nincs áram, mindjárt kapcsolok egy áramot, addig megmutathatod itt a dolgokat. Nagyon komoly előkészületek vannak. Azt hittem, hogy ez teli lesz, de igazából nem. Le kell nyomni az aljára. Meg. Kb. Ilyen lekvár állagú. Én még ezt majd egy kicsit így fogom még kavargatni, de nektek így a videóban szerintem elég, hogyha ennyit megmutatok. Akkor adjuk hozzá a cukoroldatot, meg majd még hozok szerintem még egy 2 liter vizet bele utólag. Nem is tudom, ennek igazából lehet, hogy Eszter tudja, hogy mennyit kell állni, mert ő már többször látott ilyen. Nekem ez az első ilyen projektem. Talán egy pár hétig így állni kell, és naponta kevergetni. Hát mi ősszel szoktuk elvinni kifőzetni igazából. Mondjuk ez össze lesz öntve szerintem a tiétekkel, mert ez ahhoz kevés, hogy itt csak ezt kavargassuk. És akkor nem tudom, hát ebből mennyi liter, nem lesz amúgy sok, de egy pár üveg pálinka talán lesz belőle. De mondom, belenézhettél volna. Yeah. Hát kb. Ez az az állag, amit akartunk elérni. És akkor ezt itt most lefóliázom és leterítem. Na hát, sziasztok!